Sziasztok! Ismét itt vagyunk a hétköznapik, és ez most a legújabb műsorunk, aminek a címe... És a vendégeink... És társműsorvezetőm a jó öreg Marcello Köncei Márton. Ennek a műsornak a lényege első körben, ugye most mondjuk azt, hogy nevezzük ezt is pilóta adásnak, az, hogy mindenki hoz egy témát, vagy kettőt, az megnézzük, hogy a műsor az mennyire fog elhúzódni, de az lényeg, hogy mindenki, minden egyes lányzó és a Márton is hozott egy-egy-egy-egy témát, én is hoztam egy témát, és ezeket fogjuk kivesézni, áttárgyalni és megbeszélni. Írjátok majd meg kommentbe, hogy mi a véleményetek az adott témáról, kíváncsian várjuk őket. Na hát én akkor el is kezdem. Sziasztok, csajok! Sziasztok! Hello! Tök jó, hogy sikerült összehozni, hogy itt vagytok. Bevezetőként, hogy érzitek magatokat? Lukász, mesélj, jól vagy, minden oké? Okay? Minden oké. Okay. Én kipihent vagyok, én nem bulisztem tegnap. Már be is köpted. Na ura, ezt vagy? Nem tudom elmondani magamról, de egyébként én is jól vagyok ahhoz képest. Köszönöm szépen. Most lebuktatod magad, ő az, aki bulizott. Igen. Kitti, hogy vagy? Hát én először is szeretném megköszönni a meghívást, nagyon kedves tőletek. Én jól vagyok. Én sem buliztam tegnap, úgyhogy... Helyette csütörtök? Helyette csütörtök? Jó, igen. Szépen beledobott, bomb. Mindegy, de tegnap egész nap pihentem, mivel ugye csütörtökön buliztam, úgyhogy most nagyon felfrissült vagyok. Hogy vagy, Márton? Meg vagyok. Nehezen találtam parkolóhelyet. Erről szerintem a lányok is tudnának mesélni. Ja, ja, ja. Kezdeném a Lucának a témájával, aminek a neve, címe, mondata, hogy az udvariasság a 21. században. Kérlek, ez kicsit vesélsz ki nekem, vagy nekünk, hogy ezt miért ezt hoztad, és utána kezdjünk erről beszélni, kinek mi a véleménye. Jó, hát én azért ezt hoztam, mert ez egy kicsit ambivalens ez a téma szerintem manapság, mert amúgy... Vagyis hát igen, ezt szeretném feltárni, mert hogy a lányok el is várják ezt az udvariasságot, de néha ki is kérik maguknak. Most erre tudok egy példát mondani, hogy egy ismerősömnek a fia Londonban tanult, és mondta, hogy ment egy csaj, fogta a könyveket, és azt hiszem telózott is közben, és akkor ő gyorsított, hogy kinyissa neki az ajtót, és a lány kikérte magának, hogy neki nem kell kinyitni az ajtót, és hogy ő is meg tudja oldani. És akkor így ekkor ötlött a fejembe, hogy ez vajon miért van, hogy amúgy hogy ki is kérik magunknak, de aztán közben meg el is várják. Szóval például Dániában ott él kint egy barátnőm, és mondta, hogy ott például ez már egyáltalán nincs, ott teljesen kihalt, úgymond, és ott egyenrangúak ilyen szempontból a fiúk és a lányok, és első randin is felefeléznek, ott nincs az, hogy előre engedik meg ilyesmi. Hogy azért így mégis elvárjuk, de mégis kikérjük magunknak, és hogy ez így tök érdekes, hogy most akkor melyik, hogy mikor számít az, hogy kikéred magadnak, mikor az, hogy azért jól esik. Lányzók, mit gondoltok? Na, amúgy csak annyit akarnék, hogy amúgy én éltem Svédországban 3 évet, és ott is egyébként pont ugyanez volt, amit Dánielval mondtam, egymás mellett vannak, hogy nagyon egyenrangúak, de azért is, mert nekem az egyik ismerősöm mesélte ott, hogy őt feljelentették azért, mert elkérte a csaj számát, és amúgy azt hiszem elvesztette a pert ráadásul, úgyhogy ott nagyon vigyáznak ezzel, hogy udvariasság vagy egyáltalán leszólítás, ott inkább a lányt akarják, hogy kezdeményezzem mindent. Igen, igen, Dániában is. Igen, az északi ország, igen, Dániában tapasztaltam is, és igen, az északi országokra azt mondják, hogy ott nagyon erősen a lányzók kezdődnek a dolgokat. Akkor hogy ismerkednek például? Tehát, hogy hát úgy, hogy a lány oda megy. Meg ő ír rájuk, amúgy, igen. Igen, igen. Hát igen. De hogy ott akkor ez így emiatt nem is ciki, mint például itthon. De ez szerintem nem cikiség, hanem hogy ez így valakiből vagy jön. Tehát én például biztos, hogy nem mennék oda egy férfihez, és kérném el a telefonszámát. Szerintem nekem ez nagyon cikinek. De én nekem szerintem ez nem fér bele. De szerintem az, hogy te hogyan valószínűleg igen. Hogyan nőttél fel. Szerintem ez igen, csak igen, akkor. Szerintem. Például amit buliba voltál tegnap, ott mennyire voltak udvariasak a fiúk? Nem kifejezetten. Egyébként a korosztály az ilyen 18 és 20 között, de egyébként most őszinte leszek, nem ezt figyeltem, hogy mennyire udvariasak vagy sem, de manapság már az ilyen fiatalabb fiúk
annyira nem, szerintem. Vagy attól függ, hogy ki mit hozni. Nem, igazad van, igen. Meg a buliban is már nem az van, hogy csak a fiú megy oda, hanem ők is elvárják, meg mondták is, hogy jól esik nekik a lány. De hát a lányokban még azért kicsit igen. Itt Magyarországon benne van szerintem, hogy azért jó lenne, ha férfi kezdeményezne. Hát benne. Hát persze, abszolút. Tudtátok-e azt esetleg, hogy kezet csókolni, mert mondjuk már senki nem csinálja ilyet szerintem, hogy kezet és csókolni. Milyen és milyen szomorú, hogy a kezet csókolásnál nem rakod oda a szájad az ajkadal. Igen, a gyűrűt kellett, nem? Igen, vagy az, hogy kicsit csak most a nózidat érinted oda. Ja, igen. Nekem egyébként volt már, aki kezet csókolt. Tényleg? Sem volt furcsa. Jó, nekem is, de poén volt. Rész. Nekem is poén volt, de fura volt. Igen, az ugyanaz. Igen, az mondjuk kicsit ilyen creepy amúgy. Igen. De nyáron már. Hát, hogy hozzuk vissza. Főleg egy Covid utántól, ne csókolgassam. Elvárjátok, hogy mondjuk valamilyen téren, vagy mi az a skála, mi az a spektrum, amiben így mondjuk azt mondjátok, hogy legyen udvarias egy csávó. Mit tegyen meg, mondjuk? 2-3 példát mondjatok, hogy mi az, amit mondjuk nektek nem creepy, nem ilyen crazy, nem psycho, hanem így tényleg jól esik, hogy megteszi. Hát szerintem azért egy ajtónyitás azért tényleg jó lenne, akár a kocsiját is kinyithatná az ajtót, hogy átjön a másik oldalra, az már azért ugye macerásabb, tehát hogy az már azért annyira ne várjam el. Onnantól kezdve amúgy tök jó lenne ez a székkihúzás is egyébként. Nem kellenek nagy dolgok szerintem, ezek az ilyen alapok, és azok már tök jó. De egyébként, bocsánat, hogy eltérek, de én meg csütörtökön, ugye, amiben buliba voltam, hát ott én majdnem széthánytam magam, olyan bunkók voltak a férfiak. Tehát, hogy nem is az, hogy még udvarias legyen, hanem még direktbe bunkó. Mert amúgy, és a lányok ezt szeretik. Igen. Tehát, hogy ez itt a probléma leginkább. Hát ez meg azért van, szerintem, mert azt hiszik, hogy mindent megtehetnek. Igen, a lányok, igen. Tehát, ó, mindegy, és az a probléma, vele. Hogy hazamegy vele a lány, és megteheti. Ezért teszik, mert igazán megtehetik. Meg megszokták, hogy ja, mindegy. Igen, hogy úgy is lesz, valamelyik úgy is összejön, és tényleg. És tényleg összejön nekik. Ez tényleg összejön. Egyébként ezért tetszik is meg, mert egyébként a legtöbb lányom úgy ezt csípi, hogy hú, de bunkó, akkor nekem azt kell, mert harcolni kell érte meg, mit tudom én. Lucio, te mivel zárnád? Milyen udvariasságot vársz el? Semmi, szóval csak vigyen a legdrágább étteremben, meg azért rossz-rossz, amúgy ilyen, szóval csak ilyen apróságok, tényleg. Nem én kell már. Ez alap, tehát ne ja, tényleg, már, igen, tehát, amúgy, jó. Tényleg, szóval nem, meg ez. Akinek nincs egy rossz-rossz, az valaki itt leviszi a műsornak a színvonalát. Mi? Rolls-Royce. Nekem felvittem. Akkor mondjak komolyat is? Akkor? Nem. Ezt küldted. Nem, ennyi Rolls volt. Rolls-Royce. Ja, témát kiégtél. Na, figyeljetek, Laura ezt hozta nekünk. Nők kezdeményezése a férfiak felé, ugye már kicsit beszéltünk. Miért fordult meg az udvarlás és a szerepek ennyire? Mit gondolnak erről a férfiak? Most mondjuk azt, hogy mi azok vagyunk. Visszafordítható ez? A mai fiatalok, még nyilván azért én is érzékelem ezt. Lányok, meg ismerősök, meg barátaim mondják, hogy hát ő írt a fiúnak, megadta az első lépést, és néha már én is elgondolkodom azon, hogy hú, de hát nagyon tetszik, akkor most miért ne jelölhetném be, de nem már. És akkor van egy 35 éves ismerősöm, nő, és ő mondta, hogy te bolond vagy, tehát a férfiak a vadászok, ő az, akinek meg kell hódítani a fogni, ne te loholj már utána, tehát hogyha nem tetszel neki, akkor nyilván nem fog lépni, de az, hogy te így integetsz, hogy hello, itt vagyok, meg így adod a jeleket, az full gáz. És most már ez teljesen átfordult, és azért vannak így elkényelmesedve a palik szerintem, mert hogy így tudják, hogy ezeket így megkapják a nőktől, és úgy van, hogy ja, majd választok, vagy ez, vagy az, aki jobban teper, tehát így. Engem ez úgy érdekel, hogy ezt vajon vissza lehet-e fordítani valamit. Hogy én erre csak annyit akarnék mondani, hogy egyébként ez így mind szép és jó, de hogy a legtöbb fiú egyébként szerintem, bár lehet nagyképűen hangzik, azért sem kezdeményez, mert nem gondolja, hogy neked tetszik. És nagyon félnek most már amúgy a visszautasítástól. Tehát például az exemnél én írtam rá véletlen részegen egyébként. Annyira nem volt véletlen, mert így Tinderen meccseltünk még annól, és akkor mondom, ráírok egyre, mindegy. És akkor amúgy összejöttünk. De hát, hogyha én nem lépem meg azt az első lépést, akkor nem jövünk össze, és amúgy érted, hogy mire gondolok? Értem. Oké, most akkor őszinte leszek, akivel együtt voltam másfél évig. Ott is én kezdeményeztem, de ő már adott jeleket. Tehát ugye nem úgy hát kezdtem el out of nowhere irogatni neki, hogy szia, milyen napod volt, hogy így lejárassam magam, hanem ő már mosolygott rám, megkérdezte, hogy hogy vagyok. Tehát hogy adott egy jelet, én meg felbátorodtam, és akkor pár pohárka után én is írtam neki, és így indult el a dolog. Tehát lehet, soha nem jöttünk volna össze, ha én nem szedem össze. De hogy ugye ez olyan,
azért ez inkább fordítva szokott lenni, tehát a férfinak kéne valahogy így. De igazad van, mert közben ő onnan tudja, hogy mondjuk neked, hát akkor mi van, akkor megvan, hogy most nem jössz be, kész, szia, és olyan jó, hát akkor hello. Igen, de ők ezt valahogy... Igen, ti vagytok a férfiak, érzékenyebbek a férfiak szerintem sokszor, mint a nők, olyan sérülékenyebbek. Abszolút. De nem tudom amúgy, mert szerintem is tök egyszerű lenne, hogy odamész, azt mondod, hogy figyú, eljött velem kávézni, azt mondja, nem, hát nem, az meg ott a következő. De hát akkor megsértődnek, és, vagyis hát nem mindenki nyilván, de sokan manapság, hogyha buliba is visszautasítasz egy srácot, akkor vagy megsértődik, vagy nem adja fel, mert hogy a nem az igent jelent, és ezt... Azért mondom, mert konkrétan egy taxisofőr mondta egy barátnőmnek, aki azért ment haza egy buliból, mert visszautasított egy csávot, és az nagyon nyomult, meg nem akart leszállni, és elment a lánynak a kedve, és akkor megkérdezte a taxis, hogy miért megy már is haza, és akkor mondta, hogy ezért, és mondta a csávó, hogy de a férfinak a nem az igent jelent. És akkor, amúgy ha még így gondolkoznak, akkor... Csak valahogy meg kéne érteni, hogy a nem az nem. Igen. De amúgy fiúk, meg, nem, az nem. Én még csak azt szerettem volna mondani, hogy amúgy szerintem nem feltétlen baj, hogyha kezdeményez egy lány, nem úgy mondjuk, hogy ráírsz, csak mondjuk a bejelölőt, ha most az online térben maradunk, meg mondjuk belájkolod a képét, és akkor az szerintem neki is jól esett, de ugyanakkor tényleg egy ördögi kör, mert ha nem csinálod meg, akkor tényleg, hogy lehetne, ő sem mozdul. Pont ezt akartam mondani, hogy amit csináltatok mind a ketten, hogy szerintem az így pont az a pont jó. Hogy egy picit adtál neki löketet. Tehát, hogy valahol meg már nálad ugye úgy ő kezdte azt, hogy rád mosolygott, mert adott jeleket, és te pedig adtál neki egy olyat, hogy... Közben meg gondolhatjuk azt is, hogy lehet, hogy csak azért mosolyog, mert kedves, mert például én azért lájkolok fiúkat, vagy nem tudom, mindenkit, mert nekem minden, ami feljön, azt én belájkolom. Ja, úgyhogy azért félreérthető is lehet most. És akkor meg lehet, hogy jaj, de ciki, majd utána kibeszéli a fiú haverjaival, fú, de ciki ez a lányra, miért képzeld el, ha tuti, hogy kurva. De fő tézis az most itt az, hogy legyenek a fiúk sokkal... Tökösebbek. Tökösebbek, igen, tehát hogyha tetszik valaki egy férfinek, akkor ne üljenek és várják a sült galambot, hanem neki kéne lépni szerintem, nem mondom, vannak ilyen férfiak, általában soha nem tetszik nekünk. Legalábbis nekem ez, mindig olyan kirogatnak, aki úristen nem árt, törléstiltás. De hogy aki így igazán tetszik, annál lehet, hogy azért tényleg adok én is egy kis jelet, hogy érezze már, hogy mozdulni kéne valamelyre. Szerintem a mai világban a jeleket már nem feltétlenül veszik észre. Szerintem se a csajok, se a csábók. Ezt most így mondjuk ilyen fekete-fehérbe. De nyilván mindig vannak átmenetek. Szerintem az, amit Márton is helyeselt, hogy ez szerintem így lehet a legjobb, mert a csávó mondjuk elindul ilyen 75-80%-ot ad bele, és akkor a maradékot a csaj. Szerintem ez már nem úgy működik, mint annól. Ott nyilván ott ugye a férfi dominált, a férfi a katona, a férfi a vadász, a minden, de szerintem ez már a 21. században én inkább ezt úgy fogom föl, hogy valamilyen téren szerintem a nőknek is úgy ki kell teljesülnie, hogy ő is jelezze azt, ha szeretne, akár egy mosolyjal, vagy bármivel. Én például nagyon sokszor azt mondom a barátaimnak, cimboraimnak, havereimnak, akik mondjuk szinglik, hogy menj oda, tudod, most mi vesztenivalód van? Tehát ezt kell egyszerűen tudatosítani, hogy semmi vesztenivalód nincs, mivel szarul esik, ha visszautasít, és nagyon sok csaj mondjuk tényleg ilyen fél részén azt mondja, hogy takarodjam, tudod így. És akkor érted, hogy ez szerintem itt kell vágni a csávoknak a tudatukba ezt, hogy nincs vesztenivalód. Most odamész, vagy azt mondja, hogy persze, nem tudom, ígyunk meg egy kávét, ígyunk meg egy piát, mert szerintem egy buszon is simán oda lehet menni, persze lehet, hogy rohadt creepy mondjuk neki, de a csávónak ezt el kell zárni, hogy ő tudja jól magáról, hogy én nem vagyok creepy, nekem tetszik ez a lány, ő max creepynek hisz, ez az ő dolga. És akkor oda megy, leszólítja, és akkor vagy összejön, vagy nem. Ilyennel van egy sztorim, gyorsan elmondom, hogy a villamoson találkoztam egy csávóval, aki nekem nagyon tetszett, de nem mertem emiatt ránézni, mert hogy nagyon tetszik. Az a baj, hogy általában... Én is ilyen vagyok, úristen. Nem merek ránézni. Igen. Utána én nem volt akkor Tinderem, gyors letöltöttem, mert ott lakott a környékemen, és akkor már 2 órája keresem Tinderem, még mindig nincs, meg mindegy, aztán a nővérem tudta, hogy ki, úgyhogy bejelöltem Facebookon. És a lényeg a sztoriból az annyi, hogy kiderült, hogy amúgy ő oda akart jönni, és azért nézett engem így, de csak én nem láttam, hogy így néz. Mert nem néztem oda, direkt másik irányba, meg a telómati. Mert hogyha egyszer ránézek, akkor oda jött volna elkérni a számom. Tényleg? Uh-huh. És ja. Mi lett belőle? Így, hát tudtad? Amúgy randiztunk 7-szer, mire először lesmárolt. Elég fura volt. És akkor is csak úgy, hogy azt mondta, hogy nem mehet úgy haza, azt mondta az ő lakótársa, ha nem smárol le. Mondom, most akkor lesmárolunk. Ez csak azért fura egy kicsit. Mondta, jaj, mondom neki, hogy hát akkor nem mész haza. De ez azért fura, mert amúgy, hogy oda ment volna,
De Smáról meg csak hetedik randi után, szóval ez érdekes. Nagyon, én tényleg azt hittem, hogy barátok vagyunk már a harmadik után, mondom el, mindegy. Ez is egy nagy baj, szerintem így társadalom szinten, hogy számokhoz kötjük ezeket. Nem inkább vibe-ra kéne kötni ezeket, hogy érzi. Miért lehetne, hogy akár a randi közepén, az első randi közepén már simán... Ja, persze, lesz már igen, igen. Mert hogy féljenek az igen. emberek, hogy jaj, mit fog gondolni, úristen. Nagyon igen, sok igen. Srácban is amúgy bennem van, hogy tudod, mondja a haverja neki, hogy a második, harmadik randi az, a harmadik, na az lesz, és így... És lehet, hogy akkor nem is vagy olyan hangulatban, igen. Én az első randi második órájában érzem, hogy... Igen, de igen. Azt hittem, más fogsz mondani, de oké. Okay. De nem, én ezt csak azért hoztam fel, hogy hetedik, hogy már annyira sokáig tartott, hogy így... Egy kicsit szerintem mindenki túl bonyolít mindent fejben manapság. Igen, én azt látom. Adhatunk jeleket, meg minden, aztán közben nem tudunk jeleket adni annak, aki tetszik. Igen, mert félünk rájuk nézni, de közben, ha meg ránézel... És akkor honnan tudja, hogy igen. Hogy kérdezzek valamit a fiúktól, hogy ti, a nektek, ha tetszik valaki, akkor azt hogy veszitek észre, meg akkor így ránéztek, keresitek a tekintetét, vagy inkább ilyen fejkapkodás. Én a fejkapkodás kategória vagyok. Meséljek az egy történetet. Na, ezt vártuk. A drága látos feleségem, ha nézi otthon az adást, ugye vele úgy jöttem össze, hogy én nem mertem 3 évig hozzászólni. Tehát konkrétan kerülnek. De miért? Azt meg mert annyira fogadod? Bejött. Jó. Ez az. Igen. Ez az. És annyira bejött, hogy nem mersz hozzászólni, nem tudsz mit csinálni. És az utolsó pillanatban, amikor már tényleg már az utolsó esély volt, akkor bátorodtam föl, és akkor volt egy csak annyi, hogy beszéljek vele. Most vagy soha. Igen, hogy csak beszélgessünk egy picit, és akkor beszélgettem vele egy buliban egyszer, és én úgy voltam vele, hogy achievement unlocked, hogy megcsináltam, kész vagyok, beszéltem vele, ennyi. És ő, amit te mondtál, hogy ez a maradék, amit a lány belerak, hogy ő utána engem bejelölt, úgyhogy egyébként nem tudhatta volna nevem, mert nem mondtam el, de meg, volt már egy hírnevem, és akkor tudta, és akkor utána azzal én bátorodtam fel utána már, hogy akkor lehet, hogy mégis adni, és akkor utána már... De ez magától. Nem. De ez tök érdekes, hogy 3 év, és ha az utolsó esély se lett volna, akkor... is a Marci akkor is már egy olyan csáó volt, hogy dumált, volt dumája, ezért nem. Lerepültek a szoknyák, nem. És így nem mert... Mint a fesztiválokon. Semmi nem volt. Tök jól el voltam mindenkivel, csak volt abban a 3 évben, a legelső évben volt más barátnő, meg, és utána a hírnév az meg azért volt, mert ugye a suliba meg... A tudjátok, milyen az? Sokat beszélgettem. Igen, az olyan fura volt ott utána, de nagyon örülök, hogy így alakult. De jó. Igen. Még egyet hagyd kérdezek meg, hogy azért nem mentél oda hozzá 3 évig, mert... Azt hitted, hogy ő szóba sem állna veled. Pontosan. Ezért és mondom, ez... hogy egyébként néha bocsánat, hogy majd jó, hogyha úgymond mi tesszük meg az első lépést, mert látod. Igen, valami, de nem... De nem, mert itt sem ő csinálta az első lépést, nem én, hogy igen, hogy kell az a bátorság, amikor... Jó, de te most azt gondolnád, hogy oda jön valaki beszélgetni, hogy akkor így oda van, érted? Hát nem, de ő se így ment oda, gondolom. Nem, én úgy én játszottam, hogy engem annyira nem... Na ez az. A sztori, de azért muszáj voltam... Hú, ismerő! Menni, hogy megvegyem neki, mert azt magamban így eltároltam, én örültem neki, hogy ez megtörtént, és valószínűleg levágós volt, hogy amúgy baromira szétizgultam az egészet, de hogy ez ilyen, tehát hogy azért jó, hogyha van egy kezdeményezés, de amúgy a lány is kezdeményezett, szóval én csak azt akartam kérdezni, miből gondoltad azt, hogy nem érdekled őt, vagy hogy nem állna szóba veled? Mert van egy ilyen, én szeretek így skálázni, a filmeket is szeretem így pont számozni, meg kb. Mindent az életben, és én alacsonyabbra raktam magamat, mint ahogy ő. De és úgy voltam bele, hogy nem vagyunk egy szinten. Ez pont a legény búcsomon kitárgyaltuk, hogy nagyon sokszor ugye mindenki alacsonyabbra rakja magát. Ja, ja. Aki meg magasabbra, az meg túl. Például tényleg így beszélgettünk a legény. Erről hát, beszélnek a legény búcsomon. Én egy legény búcsúr állom. Pont a legény búcsú harmadik napján a halálom előtt egy pár órával, így erről beszélgettünk, és akkor így érdekes volt az, hogy tényleg akit mondjuk mi csávóként haverunkat így néztük, hogy fú, tehát ő 9-es, hülye vagy simán csaj lennék, már ott lennék a hátán. Én nem tudok annyira erre csatlakozni, mert nálunk teljesen másképp történt. Nekünk kb. Úgy kezdődött, hogy én is szimpatizáltam vele, ő is velem, én ezeket vettem, szerintem ő is észlelte nálam, de hogy így ez a barát zónában voltunk nagyon. Meg ott nekem volt egy másik lány, aki nagyon rózsaszínköd volt, és ez a tipikus az, hogy nem tudod, ez a nem látod a korhat fa törstől a gyönyörű szép erdőt.
És akkor, szép. És akkor én ott ostoroztam magam elég erősen, de nálunk úgy kezdett, hogy voltak ilyen kis vájbolások, meg ilyenek, és utána így a Sziget Fesztiválon együtt voltunk itt többen, és akkor így odaálltam hozzá, mert én is már fél részeg voltam, ő is már, és akkor így megkérdeztem, hogy most mi van köztünk? Csak így megkérdeztem, és nem volt, és nem volt már válasz, és már szerintem, én úgy gondolom, én úgy emlékszem, hogy szerintem már én kezdtem a smaci partit. Szerintem ez így volt, meg ő csak így mosolyogott, így nézett a kis szép, gyönyörű kis szemével, és akkor úgy mondtam, hát akkor valószínűleg ez van köztünk, és akkor... És akkor minden halad magát. Jött a puszi, igen. De jó. De amúgy én ez csak annyit, így nekem egyből az jön, hogy egyébként simán lehet, hogy akkor neki is, meg neked is ez, vagy nem tudom, de neki lehet azért volt izgi, mert te addig meg... Ilyen leszarós voltál, tudod. Nem volt neki izgi. Nem izgi, de a nőknek is azért sokszor az kell, amit nem lehet, meg ez, meg kell küzdeni. De ez miért van amúgy? Én ezt annyira nem értem. Nekem például ez annyira nem kellene, hogyha valaki, mert hogyha ennyire leszel egy fiú meg, ott másos máról, akkor nekem az jó, ilyen... Az nekem. Jó, az mondjuk, hogy előtted más, te ilyet csinálta, hogy előtte másos máról te? Én... Anyukám megtanított arra, hogy mindig legyek tiszta, meg ilyenek, és én gyűlöltem, azt voltam egy olyan, hogy lányt láttam smárolni egy csáva, és oda jön hozzám, és le akart kapni, és mondtam, hogy... Öblítsen egy vodkával. Szóval még ha fogat mosnál sem, hogy csinálnám ezt, mert hogy így nem. És akkor így nézőtre mértetlenkedő, hogy most miért nem? De ember, mondom, 15-2 perces smárolt egy csávával. Most az, hogy beszélgettünk 3 mondatot, biztos, hogy nem. Sem nem. Engem a higiénia. Az engem. Higiénia, igen. Hú, nagyon de amúgy fontos. Durva, hogy ebből így lett valami, mert részegen így szerelemet vallasz, vagy nem tudom, az már velem hányszor megtörtént, azt nem lett belőle semmi. Mert másnap már nem úgy gondoltam. Mert nem volt az igazi. Ők meg látod, egymásnak lettek teremtve. Kibírta azt, hogy nem bírtam eddig ilyen. Én így gondolom. Pont ezt beszéltük a Kittivel a kocsiban, hogy mondjuk voltam egy házi buliban, nagyon tetszett a pasi, meg úgy minden tényleg úgy klappolt. És ültem a taxiban, lekapott, beleírta a telefonjába a számomat, és mondta, hogy holnap hív. Na hát azóta hív, ez 2 éve volt. Egyébként már van egy barátnője is, aki hozzátenném egy bomba nő. Akit lehet felhívott másnak. És pedig annyira, igen, és annyira megvolt a kémia, meg tetszett, meg úgy minden tényleg olyan jó parti volt a srác, őszinte leszek, mondom, ez jó lesz, de nem jött össze, mert valószínűleg nem így kellett, hogy... Tehát, hogy lehet, hogy, de jel, akkor, hogy ezt úgy, akkor más. Igen, de hogy akkor ezt így nem érted. Igen, nem, hogy akkor minek mondja. Igen, hogy holnap beszélünk, nem írt, hát oké, akkor ne írjon, de hogy... Hát akkor ezt se kell mondani, mert ő kiszállt volna a taxiból, így is, úgy is. Tehát, hogy most... Hát, ja. Nem. Igen, de az alkohol mámorban szerintem azért egy kicsit más. Igen, ott mondunk ezt, azt tesz tény. Igen. Na jó, csak közben itt van, érted a Laura, azért nem ronda, és hogy érted. Ronda nem vagyok, az nem vagyok. Vagy. Nem, hogy egy szép nő, értitek. Skálázni akarsz? És hogy skálázni, most legyen nagy a szár. 10 per? 11. De nem, de most komolyan, hogy itt az a lényeg, hogy most nem is arról beszélünk, hogy mondjuk részegen szép volt és csúnya lett másnapra, érted? Tehát, hogy akkor még miért nem? Én engem ez a pillanat, lehet a pillanat hevében is, hogy most lehet azt érezte ott abban a pillanatban, és utána meg mégsem. Ja, nem hát tudom, ennyi. Mondom, 2 éves szorített, túltettem magam rajta. Szerintem ezt, én úgy gondolom, hogy szépen körülbeszéltük. És nincs is nem megoldás. Az a baj, ezekre nem is lehet. Megoldást nem találtunk rá. Volt egy kérdés az egész témában, hogy visszafordítható ez. Hát nagyon nem találtunk rá megoldást, de majd ti ezt megfejtitek nekünk, remélhetőleg. Szerintem nem amúgy röviden is tudom. Kösz, hogy az lehetőséget. Nézzük meg. Lehet, hogy tudnak adni egy választ. Hát írják meg, kíváncsiak vagyunk amúgy. A Kitty azt hozta, amit kicsit kiegészítettem a saját egy szavas dolgommal, mert beleillik, szerintem beleillik. A 21. században létezik még randizás? Vagy már csak a kavarás és a maszekolás megy. Miért hiszik azt a férfiak, hogyha már együtt vannak, az már egyenlő a házassággal? És amúgy igen, a maszekolást a Mártontól loptam. Igen, én úgy fejteném ki, hogy most már vagy örökké tart ez a randizás, és akkor van ez a situationship, és akkor annak lesz vége, és akkor sose voltunk igazából együtt, meg hogyha tényleg már az, hogy együtt vagytok, anyukám például, amikor mesélek neki dolgokat, már randizunk mondjuk nem tudom 2 hónapja, és akkor így kérdezi, hogy de hát már együtt vagytok, nem? És akkor mondom, nem, mert hát még nem beszéltük meg, és akkor így mondja, hogy mi van, ezt meg kell beszélni, és amúgy tök fura, hogy ezt meg kell beszélni, de amúgy meg kell manapság már beszélni, ez a durva, hogy különben ő elmegy másnap, és más csajjal van, ha nem beszélitek meg, vagy nem tudom.
Szóval szerintem ez már szörnyű, hogy egyébként addig várnak, mint már a házasságot kéne tervezzük akkorra, mire ő már arra van kész, hogy akkor jó, kimondjuk, hogy együtt vagyunk. Hát már ilyen elköteleződési problémák vannak amúgy, és szerintem ez ilyen több generációs lett, mert lehet, hogy jó, mondjuk a mi szüleink korábban más volt, akkor így ez volt a norma, de hogy lehet, hogy ők is csak ilyen kényszerből vannak mondjuk sokan együtt, meg ilyesmi, és nálunk már ezt nem muszáj, és ezért félnek is szerintem sokan belelépni egy olyan kapcsolatba, ami már komoly elkötelezettségekkel jár. És még az van, hogy minden azt mondja, hogy sokkal több hal van még a tengerben, meg úgy is lesz jobb, úgy is lesz más, és mindenhonnan ez ömlik. És például most a viszony.hu, ez egy ilyen társkereső, de érted, tehát a nevében is benne van, hogy viszony.hu, igen, van ilyen, van ilyen, nagyon durva. Na, azt hogy magyarázod ki a telefonodban, nem? A viszony.hu, ja. Mostantól jönnek a hirdetésre. A marketinges feladatokra hirdetés. Csak ott felviszonyokat kerestek? Nem tudom, nem regisztráltam rá. De itt már megálltam, valahol láttam. Nincs elejük, mert hogy mondod azt, hogy most járunk? Tehát, hogy milyenre jó? Nincsen ilyen, nem? Tehát, hogy meg ki kell mondani? Mondani kell, hogy járunk? Hát nem így, hanem, hogy leszel a barátnőm. Ennyi. Ezt ki kell mondani, hogy leszel a barátnőm. Igen, manapság már ki, különben nem barátnőm. Régen is ki volt ez, nem? Nem tudom, hogy manapság ez, hogy... Régen nem így volt. De hát akkor... Régen csak úgy tudtátok, hogy együtt vagytok. Ja. Mert, hogy... De az is fura. Hát, hogy ez nekem is... ezt mondta anyukám. Jó, mama, bocsánat. Igen, én látom ezt is, hogy volt biztos ez is. Minden, jó, idősebb, mint minden te. Szín, remélem. Minden skála több árnyalatból áll. Instagramon látni ezeket, hogy ilyen gyönyörű, mint hogyha megkérni a kezét. Jó, tudod, hát ez álmodik. Leszel a barátnőm. Már ilyenek tudtad, is ilyen vannak. Is? Aha. Igen. You'll be my girlfriend, nagyon. Mert például azt mondjuk tökre álltam kérdezni, mondjuk veled dandizik egy csávó, és akkor így azt mondja, nem tudom, kérdezi mondjuk a csávó tőled, hogy te így a családi, megint csak a családba nyomom bele ezt, hogy anyám, tőle viccesen anyámnak mondhatom azt, hogy most már végre megnyugodhat, és talán van kialakulóba valami. És akkor tudod, ez ilyen viccesbe beleviszed, nem creepybe, akkor lehet, hogy és akkor mondjuk te nevetsz egy jót, és akkor hát szerintem igen. Tudod, és akkor... Ja, ez tök jó. Nekem az exemmel úgy volt egyébként, hogy már nagyon sokan megkérdezték így a barátok között körül, vagy hát amikor elmentünk bulizni, hogy jaj, akkor ti együtt vagytok, de cuki megizni, és akkor mindig mondtuk, hogy nem, nem, nem. Akkor már nekem amúgy szarul esett, hogy mindig azt mondjuk, hogy nem, amikor már ez igen. 3 hónapja tart, és még mindig nem vagyunk együtt. Úgyhogy akkor én amúgy megkérdeztem tőle, hogy mi van velünk, mert hogy szerintem semmi nem változna azzal, ha kimondanánk, hogy együtt vagyunk, mert te se csajozol, én se csávózok, most akkor miért nem vagyunk együtt? És akkor mondta, hogy egyébként ez tök jogos. Ha kimondja valaki ezt szeretlek szót, azzal már barátnő, baráttá válik? Hát igen. Hogy ez az nagyon, az nagyon. Hát előbb legyen kimond, vagy kapcsolat. Hát először vagyunk. Együtt vagyunk. És hogyha ez egy éjszaka előtt mondom, hogy szeretlek. Hú, azért az durva. Tehát mekkorát lehet speedrunozni, előre menni, gyorsba, hogy szeretlek. Hát akkor én tudja, hogy ott hagynálak, mert akkor még nem szerethetsz. Az nagyon igen. Fura lenne, igen. Az fura, igen, igen, az creepy, nem másikát, az elég szeretsz. Valamit szeretnél elmondani a múltadból? Semmi. Csak én nekem fura az, hogy így ki kell mondani, de el tudom képzelni, most már ki kell mondani. Csak de akkor ti nem mondtátok ki, hogy együtt vagytok? Nem. Ez így... Szerintem, ahogy 2 hónap után összeköltöztünk, ez így evidens volt. Jó, oké. Ez valószínűleg akkor nem lakótársak. Igen. Megkérdezi a csaj a 20. cuknál, mi a lakótársak. Igen, tudod, hogy konyám vagy, hogy mit csinálsz itt. Szóval fura, de el tudom képzelni, hogy muszáj valahogy már lekötni vala az embert, mert hogy mindenki összeszállt. Kitty mondott, az kb. Ugyanaz, amit én csináltam, hogy így odament, hogy csak te mondjuk józan voltál, de hogy így ugye, valamelyik odaáll, és hogy nem azt mondjuk, hogy leszel a párom, a barátnőm, a tököm tudja, hanem majd amelyesz, hogy fiam, most amúgy mizu, mi van? Igen. De én azt hittem, ez mindig is ez ilyen evidens, hogy ez régen is ki volt mondva, meg most is, mert hát ez jó mindig tudni. Hogy ez a jó kérdés. Hát mindegy, hogy csak hozza fel. Amit a Kitty mondott, hogy mondjuk így nincs kimondva, de így kavargattuk, tehát hogy mind a kettőtök számára már egyértelmű, hogy amúgy ebből lesz valami, hogy nálam ez így mindig így valahogy magától jött. Hogy így, ha így éreztem, hogy így oda van értem a másik, én is érte, és akkor én nem kérdeztem meg, vagy, hanem így jött. És akkor már együtt voltunk. Igen, és akkor együtt voltunk. Ja, ja. De még azt akartam ehhez kapcsolatban mondani, hogy engem egy férfi mondjuk vacsorázni vitt, hozott nekem valami kis apróságot, mindig megkérdezte, hogy milyen volt a napom, meg így éreztem, hogy törődik, akkor tudtam, hogy ő nem kavargat velem, és itt meg akar jelenni egy helyen, fogni a kezemet és magánykodni, hanem tényleg tetszem neki, tepertet, akkor
igazából már csak tőlem függött, hogy én ezt akarom-e, és amint én is már, hogy elkezdtem cukiskodni, akkor az egyértelmű volt, hogy ez egy kapcsolat. De legalábbis nem kellett kimondani, ilyen. Ugye? Tehát nem. Legalábbis ez az én tapasztalatom, kimondani. De nekem is volt egy valakivel, aki találkozgat. Ez is benne van. Teljesen. Tökre jogos. Ezért sincs barátom valószínű. Meg az ilyen elvarratlan szárak sem mindig jók, amúgy nekem egy pár azért van, és mindig úgy vissza-vissza jönnek, és általában ez nem jó. De olyan nehéz valakivel így, akkor oké, kész, vége, szeva, soha többet ne írj, törléstiltás. Szóval nehéz ezt így valahogy, nem tudom, nekem. Én azt érzem, hogyha valakivel befejeztem, akkor én ott befejeztem. Én nem érzem azt, hogy neki bármi köze van utána az életemhez, mert vagy érted, hogy ő akkor nem akarta, vagy én nem akartam, akkor én vége. Érted? Értem, de hogy van úgy, hogy úgy nem vartuk el a szálat, és nem éreztem ezt, hogy befejeztem, de azt sem érzem, hogy akarom folytatni, csak úgy lóg a levegőben az ételben, és akkor egyszer-egyszer úgy felbukkan, de hogy így... Lehet ezért bukkannak fel, mert nincsenek elvallva. Igaz. Meg szerintem azért, mert akkor éppen most nincs jobb, és én ezért nem akarnék az akkor már semmit. De bár összejöttem már újra az exemmel egyszer, úgyhogy egyébként magam ellen beszélek. Ó, jó párszor már én is, úgyhogy... mennyi időt telt el a szakítás? Után. Hát én bent voltam egy műsorban, majd kijöttem, és... Ennyi? Szakítottad, bevezem műsorba? Nem, a műsor előtt szakítottam vele. Úgy értem, hogy szakítottad, bementél a műsorba utána. Igen. Jó. Utána a műsor után újra. Korom. Jó, ez így, azért, mert nekem van egy kis teóriám ezzel kapcsolatban, a szakítás, hogy ugye, hogy az exeddel összejössz. Szerintem az nem jó dolog, hogyha rögtön összejössz. Én viszont abban hiszek, szétmész a csávóddal, vagy csajoddal, és mondjuk tegyük föl az élet újra összesodolteteket 5 év múlva, 6 év múlva, 4 év múlva, nem tudom, az már, amikor már egy több év telik el, ott már az emberi is, te is változol, ő is változik, mind a ketten megéltetek egymás dolgot, és valamiért újra össze, vagy a sors, most mondjuk ilyen spiribel, vagy azért, mert mondjuk megbeszéljétek akár, mert hogy miért ne, bármikor lehet, hogy random rád én miért ne írhatna. És akkor jó talizzunk, vagy valami, vagy csak összefuttak, és akkor érzitek azt a vibe-ot újra, de vagy ilyen, tudod, hogy már ismered a másikat, de mégis már változott, és mondjuk javára változott, te is javadra változtál, és szerintem ennyi idő után amúgy, és én azt mondom, hogy ezek a kapcsolatok néha nagy ritkán vannak ilyenek, amiket találkoztam, de hogy így még erősebbek tudnak lenni, mert hogy volt egy idő egymás nélkül, tudták, hogy milyen az, megélték, és utána meg, de valamilyen téren mégis újra össze. Igen. Amúgy mi pont ugyanezért kezdtük újra, mert tényleg tökre azt éreztük, hogy mind a kettő megváltozott. De ez rövid idő. Négy az hónap ott, volt azért. Az rövid idő. Én azért mondtam azt a 3, 4, 5, 6, 7 évet, mert ott évek telnek el, ott nem tudom, te is folyamatosan, mi az, társaságok változnak. Jó, csak tudod, volt akkor egy nagy változás az életemben, meg ugye nem volt telefonom 3 hónapig, tehát úgy csak ezen tudtam úgymond gondolkodni, meg nyilván sok minden máson, de hogy ezen is, és akkor valahogy így azt éreztem, hogy mennyi minden megváltozott, de egyébként aztán igen, egyébként kiderült, hogy azok a hibák ugyanúgy ott vannak. Hát mert kevés időt eltelt, és nyilván itt most ez egy másik példa, mert ugye egy műsorban voltál minden exköz is minden nélkül, de én például nekem volt, ez mondjuk jól esett sokszor, de közben meg fájt is, hogy akárnyszor, általában engem mindig dobtak, én soha nem dobtam szerintem senkit. Talán egy lány kivételével az összes visszasírt. Innen jön az ok is okozat, meg a magyarázat, hogy ugye, hogy rám írtak, hogy összefutottunk valami bulin, és akkor mondja, hogy mennyire sajnálja, meg most jött rá, mennyire, hogy mit veszített, meg blablabla, bla, bla, és persze jól esett, de közben rohadtul fájt is, ez a... Mi a szart, tudod így. Én akkoriban kezdtem már jobban lenni kicsit, és akkor tudod így, nem tudom, 6 hónap telt el mondjuk, és akkor is azt mondtam, hogy figyú, ha ugyanezt érzed, nem tudom, 4-5 hónap után, akkor már eltelik egy év, akkor beszéljünk le, nekem, ha nincs senki, neked nincs senki, így. És tök jól tettem, mert ott most belemegyek, ugyanúgy toxikba ment volna végig, vagy nem toxikba, de hogy ugyanúgy valószínűleg elváltunk volna. Mert ez csak az, hogy ő találkozott, nem tudom, 2-3 csávóval, vagy csávóért hagyott el, nem tudom. Ő akkor rájött, megtapasztalt egy rosszat, és rájött azt, hogy velem jó volt, és hiányzott neki az a megszokott kényelem, tudod, az a safe space, és akkor így megbeszéltem vele, és nem is keresett utána. Én úgy gondolom, hogy nem jó szerintem így hónapokkal később újra összejönni. És amúgy a másik, ami rohadtul nem hiszek, a szünet. A szünete nem létezik. Vagy vége, vagy nem. Szevasz, ennyi. Ja, igen. Nincs olyan szünet. Van ilyen, aki mostanság szünetet tart? Vannak. Biztos.
Ja. Én amúgy már ilyet régen hogy megnézzük, hogy kiéljék magukat, meg ilyesmi. De hát ez nem szünet. Hát, ha nem kiéli magát, akkor hát nekem de, az nem szünet. De szünet alatt lehet. Vagy hát jó gondolom, ez párfüggő, de hogy szünet alatt gondolom, akkor... De akkor nem szünet. Akkor nem szünet. Akkor kommunikáljátok le a pároddal, hogy vannak vágyaink, de szeretjük egymást, akkor próbáljuk meg a nyílt kapcsolatot. És akkor nem szünetelünk, hanem nyílt kapcsolat, és akkor elmegyünk jobbra, meg balra, és akkor utána meg vagy rosszul érezzük magunkat, vagy segít rajtunk, nem tudom, ez emberfüggő, és utána meg ennyi. De nem az, hogy egy kis szünet, anyád, nem kell szünet, érted? De tényleg? Nekem, amikor ilyet mondott egy lány, hogy szünet, mondom, nem. De, mert már megtanult egy másik lánytól, hogy nem, nincs olyan, hogy szünet. Lezárjuk azt a te témádat azzal, hogy ugye itt van egy kérdés a férfiak fele, hogy miért hiszik azt a férfiak, hogy ha már együtt vagytok, az már egyenlő egy házassággal. Lehet, hogy kicsit csúnyán hangzik, és nem akarok senkit megbántani, de lehet, hogy megfogok. Az érzelmi intelligencia annak az embernek, aki azt hiszi, hogy az egyenlő egy házasság, vagy nagyon nagy elköteleződés, az egy idióta. Mert hogy azt, hogy most összejöttök, az lehet, hogy egy hónap múlva annak vége lehet. Meg pont ezt mondtam ugye az exemnek is, hogyha most azt mondjuk, hogy együtt vagyunk, holnap, vagy egy óra múlva már szakíthatunk, hát nem... Igen. Nem, nincs törvénybe ütve. Amúgy ezt én is akartam mondani, hogy én szerintem meg pont nem így működnek a férfiak, hogyha együtt vagytok 7 éve, és akkor is jó, hát így lógunk, és akkor így... hogy szerintem én azt tapasztalom, hogy inkább így működnek talán. Vagy hát amit láttam meg ilyenek. Mármint, hogy azt mondod, hogy úgy, hogy ők csak így szeretnek lógni. Mert hogy te azt mondod, hogy ha már együtt vannak egyelő nekik a házasság, azt szerintem meg pont nem. Jó, várj, most akkor nem. Nem. Most összezavarodtam, szerintem, akkor most, mit mondod? Most én sejtem, hát, hogy mi van. Hát, hogy már hogy el vagyok középen. Hát mert ugye Kitty azt mondja, ha már párkapcsolatban vannak, ők azt hiszik, hogy ez már egyelő a házassággal, de hogy nem, mert hogyha mondjuk 7 éve együtt vannak, akkor is már mondhatják ezt, vagy gondolhatják, hogy hát ez ilyen laza, vagy csak lógunk. Jó, hogy nem lépnek, még egy lépcsőfokat. Pont, hogy nekik nem ja, olyan, mint a házasságban lennének. Hogy nekik komolytalanabb, talán. Értem. Vagy hogyha együtt vagytok, akkor se biztos, hogy megkéri 7 év múlva a kezed. Persze, igen. Jó, hát az én mondjuk ezt... Sok ilyen van. Sok igen, de én mondjuk ezt tegyük fel, mondjuk én most szing lennék, és most összennék egy lányzóval, és nagyon jó, meg jó a vibe-ok, jól el vagyunk, meg ilyenek. Nem valószínű, hogy 7 évet már várok 30 évesen, hanem valószínűleg ezt már 3 év alatt lezongorázzuk azt, hogy együtt vagyunk, együtt élünk, összeköltözünk, együtt élünk, lánykérés, 1 év, házasság, meg vagyunk, és utána majd a későbbieket azt megbeszéljük. Viszont ugye az, mondjuk az én esetemben, mondjuk meg a Marc esetében, ugye mi, ha fiatalabban jössz össze, mondjuk én 21 évesen jöttem össze a feleségemmel, és ott nem feltétlen gondolkodsz 21 évesen, hogy jaj, hát összeköltözünk, hát a feleségem, nem gondoltam azt, hogy ez most évekig tart. Úgy gondoltam vele, hogy valószínűleg az előzőekből tapasztalva valószínűleg úgyis pár évig tartani fog, mert én inkább hosszú kapcsolatban voltam, és hogy ennyi, de nem láttam fiatalként 21 évesen azt, hogy ez házasság lesz a vége, mert ezt tudom, mikor láttam, mikor az első barátom összetem, hogy ja, hát ő lesz a minden. De nem ő lett a minden, érted? Szóval az elsőnél nyilván mindenki átesik ezen a keresztségen. Effektív még fiatal gyerekek voltunk, úgymond. Ja, én lefixáltam ott már végre, ugye 3 év után hozzászólt. Ott már lehet, ez már ennyi. Fecsét. Nem deal. Szóval, jó, szerintem ez kortól függ. Ez korhoz is lehet, igen. Szerintem kicsit sötni. Persze, de én most már nem jönnék össze, hogyha én nem tudom elképzelni vele az életemet, akkor nem akarnék vele összeállni. Hát most én is már ebben vagyok, ha már így nem húznám az időt. Igen. Hát persze, most már ti is már közel a 50-hez tudjad. Igen, ketyeg az idő. Utálatok szabadon. A Márton példájában, mondatával, témájával fogjuk zárni itt a mindennapokat, a műsorunkat. Marci azt hozta, hogy hogyan találjunk párt a mai világban, mi a legegyszerűbb metódus, és miért pont a reality? Ho-ho! Beleszőtte a fiú. Szép. Márton, figyelek a vendégünkre. Márton, fejtsd ki ezt. Azért hoztam ezt a témát. Rengeteg olyan ismerősöm van, legyen ez Gen Z, millennial, tök mindegy. Főleg a velem egykorú hölgyek, fiúknál főleg látom ezt, hogy a kétségbeesésbe jutottunk már el, picit főleg csajoknál, ilyen 30 fölötti, és ott már tényleg az van, hogy így egyszerűen nem találnak senkit, de látok Gen Z-s verziókat is, 20-as fiú-lány ismerőseim is, akik össze-vissza mindent, és így egyszerűen akarnak, de nem találnak.
Tehát, hogy én meg már annyira régóta kint vagyok ebből a játékból, hogy nem tudom, hogy most mi van. De amúgy, de tényleg, de hogy van. Én nagyon nem akarnék most, vagy nem tudnám, hogy most mit kéne csinálni. Baszki. Tehát, hogy mit kell most csinálni, és innen jött az ötlet azonnal, hogy rájöttem, hogy hát igen, a kedves vendégeink. És ezért gondoltam, hogy megkérdezek, hogy nektek honnan jött ez, hogy akkor ti most megkeresitek a párt a Reality TV-be. Tudom, hogy vannak itt ilyen fejvadász ügynökségek is, tehát, hogy vágom, de hogy kell, és akkor ezt így valahogy így fejtsétek meg ki, hogy ezzel együtt, és hogy kell manapság párt találni. Erre én is szeretném tudni a választ. De egyébként nekünk tök különböző a Kittivel. Én jelentkeztem. Két másik kórus fogtok hallani egyébként. Az a legjobb. Az a legjobb, azt tegyük. Kezd akkor te. Hát én jelentkeztem, pont ugye, amikor szakítottam a barátommal, másnap elsétáltam a tévé előtt, mondták, hogy szinglik, jelentkez. Mondom, szingli vagyok. Nem, de tényleg ennyi volt, kisírt szemmel, egy napig sírtam az ágyomban, kisétáltam, anyum nézte a tévét, ez ment a reklámba, mondom, jó. És már kitöltöttem, és két hétre rá, ettől a napra én már Dominikán voltam. Mert hogy utoljára jöttem, én voltam az egyetlen, aki jelentkezett és bejutott. Hát akkor friss szakításból mentél be, akkor azért megjelentett egy De ugye az volt a címe, hogy Money or Love. Én egyébként a pénzért mentem be. Hát úgy voltam vele, hogy engem nem érdekelnek a fiúk, aztán szerelmes lettem ott, de az most már más tészta. Fellángolás. Igen, nem. Inkább ilyen szerelmi köd, vagy mi a köcsöm. Nyugodt, ki, annyira örülök, hogy végre még Isten, de jó érzés. Na mindegy, úgyhogy igazából én ezért mentem, nem igazából megtalálni a szerelmemet. Tehát azt így nem gondoltam, hogy ez lehetne, és nem is történt meg. Fogalmam nincs, hogy hogyan kéne ezt manapság, ezért is vagyok szingli. Tehát nem tudom, hogyha valaki tudja rá a választ, az jelentkezzen itt a kommentekben. Nem úgy jelentkezett, hanem mondja el a véleményét. Na. Mindegy. Jelentkezhet is, mindegy. Mindegy, csak jöjjön valami. Te megnyerted. Ő nyert. Itt van egy nyertes ő. Szóval, igen, ez számomra is meglepett. Tehát, hogy ez volt bennem egy ilyen félsz. De hogy jött ez? Úgy jött, hogy én Angliában éltem, szakdolgozatomat írtam, és ugye jött egy ilyen fejvadász cégtől egy Facebook üzenet, hogy lesz ez a műsor, és hogy keresünk lányokat, szeretnénk téged. Hát először ezt én így rejectáltam, tehát én ezt nem szeretném, meg úgy ámlok nem akartam így ilyen közösségi médiában, vagy így celebkedni, meg ilyesmi. Tőlem ez egyébként tök távol állt. És aztán végül így belementem. Most azt hagyjuk, hogy miért, de így jó bulinak tűnt. Egyébként hozzátenném, hogy én fél évre, vagy ezelőtt fél évvel zártam le egy hosszú kapcsolatot, ami 5 éves volt. Jó, mondjuk se vele cse nélkül, de hosszú volt, tehát úgy voltam vele, hogy why not? Fiatal vagyok, szingli vagyok, és amúgy tök jó lehetőségnek éreztem, és annyira akartak engem, hogy úgy éreztem, hogy engem is megszólított valaki föntről, hogy ezt a lehetőséget ezt így fogadd el. És akkor hazajöttem a forgatásra, 2 hét volt. És úgy volt, hogy volt repjegyem vissza Angliába, tehát hogy én nem terveztem itt maradni. És amikor így bementem, ott volt 18 lány, ugye én voltam a 19. talán, amúgy összesen 23 volt, de akkor már kipotyogtuk egy párat, és akkor így hát a végén úgy alakult, hogy engem választott ki. Együtt voltunk 2 hónapig, de fellángolás volt, tehát ez egyértelmű az ő részéről és az én részemről is, és utána így itthon maradtam. Amúgy az jó, hogy itthon maradtál? Mit gondolsz? Egyébként jó, mert egy csomó minden nem így lenne most az életemben, ahogy van, hogyha ez nem történik meg. Valószínűleg máshogy lenne, és az is lehet, hogy tök jó lenne, de hogy én most így el vagyok, tehát én szeretem így a mostani életemet. Szóval örülök, hogy így alakult, meg én ebben nagyon sokat tudtam profitálni, most nem az anyagiakra gondolok, hanem úgy unblock, tehát nagyon sok lehetőséget kaptam. Az egy másik dolog, hogy én inkább így a tanulmányaim irányába mentem el, de nagyon sok tévészereplési lehetőségem volt, meg sok embert megismertem. Úgyhogy így tök jó, meg én alapvetően szeretek szerepelni, én rájöttem, meg szeretek beszélni, szóval én nem az a sarokban leülök típus vagyok, hogy ne nézzenek rá, meg introvertált vagyok, nem. De hogy így örülök ennek a lehetőségnek, de visszatérve a kérdésedre, én azt gondolom, hogy egyébként nagyon nehéz ismerkedni, de nekem valahogy soha nem volt nehéz. És ez nem tudom, hogy miért van. Lehet, hogy azért, mert nem ilyen görcsösen álltam hozzá, hanem valahogy így mindig így megtalált. Tehát ez a nagy ő is engem így megtalált, és engem választottak ki, szóval így váj, és ott volt 23 lány, tehát hogy ez is ilyen furi volt, meg utána nekem fél évre rá egyébként, hogy a nagy ős Dáviddal szakítottunk, lett egy kapcsolatom,
akivel együtt voltam másfél évig, és ő is valahogy így ilyen hirtelen jött, tehát így nem kellett nekem ilyen, hogy Tindert letöltsek, én sose. Valahogy mindig jött valami, akivel úgy volt egy klik, és akkor mondom, jó, hát akkor legyen. Egyébként nem vagyok ilyen nagyon válogatós, tehát, hogy annak kéne lennem, mert mindig belementem abba, ami így jött. Szerintem ez nem baj. Nem mentem volna bele, ha nem tetszik. Ez mondjuk szóval igaz, igen, hogy nyilván mindenkihez volt. Én amúgy ezzel vibe-olok, mert én ugyanígy működtem, hogy mindig így jött. Így jött. Ha? Nem kellett így keresni. Most amúgy szingli vagyok, de hogy így még nem jött. De nincs bennem az a görcsösség egyébként. És ez tök jó, mert nagyon soknak, hogy ez van bennük. Ez, és azért nem jön. Igen. Én ezekben annyira akarod, meg jaj, kapcsolat, meg Tinder, és így nem jön. Meg így nem Tinderen akarom meglátni, hanem így valakivel vibe-olok, vagy így jót nevetünk, vagy jó a kémia, akkor így kialakul a dolog. Igen, de ugyanakkor meg ott van az is, hogy azt mondják, ha nem akarod, akkor meg nem vonzod be. Szóval ez egy tök nehéz. Igen, meg egyébként de ezzel akarom, kapcsolatban nem vagyok görcsös. Ja, például nekem van ismerősöm, akinek a munkahelyén lányok vannak, mert mondjuk kozmetikában dolgozik. Este hazamegy, már nincs ott random férfi. A buliban nem lehet már pasizni. Tehát, hogy akkor meg hol? Tehát, hogy érted, igen, hogy... Ez persze, ez is igaz, de én nem is tudom, hogy hol. Valahogy ez így megtalál. Akkor ott. Akkor megtalál ott a, mit tudom én, például a társaságok keveredésénél amúgy jól tud működni egy ilyen randizás, mert ugye a metódus, ugye, ami a legegyszerűbb metódus. Szerintem én úgy, hogy én is már kiestem ebből a körből már egy jó pár éve, szerintem amúgy az, hogy szórakozó helyen is szerintem tud működni. Nyilván ahhoz mind a két fél kell, mert teljes szívemből rühellem a Morrisons-t, a Ötkertet, még annó a Kraftot, az összes ilyen okádék, hányadék, fostengert gyűlön, de akár szóval, jössz Ötkert, és így, te komolyan gond, te miért kérdezzel meg erről? Szóval tudod jól, én nagy világba beleküldöttem, hogy hagyjál békén ezekkel. Viszont egy akváriumban teljesen más típusú emberek járnak szerintem. Ott a vegyes, tehát vannak a dickheadek, vannak nyilván a skalfadászok, vannak a normális kultúrált emberek, vannak azok, akik tényleg csak a koncertre mennek, vagy a buliért mennek, szóval szerintem egy akvárium, egy A38, az a park azért nagy vegyület, ott azért tudod, vannak az anyáink a retróba velünk együtt, amit már fölvágom az eremet tőle, mert már nem bírom elviselni egyszerűen, és akkor ott vannak a fiatalok, ott azért vegyülnek a korosztályok is, de például tényleg az ilyen a szórakozó, amit szórakozó helynek hívunk, az nem működik. Például az instant fogasház például azért nem működik, mert teli van külföldivel, és ők nyilván egy éjszakásokban gondolkoznak, amivel szintén nincs baj, csak oda két belép, hagy fel minden reménnyel. És nyilván azt mondom, hogy mindenhol ötkedve is megtörténhet, hogy 100-ból egy, miért ne történhetne meg, az instantban is megtörténhet, csak szerintem egy olyan közegben látom, olyan szórakozó helyi közegben, mint mondjuk tényleg egy akvárium, vagy egy... Ott azért vegyülnek a karakterek. Igen, de vannak azért szerintem olyan helyek, mint a Toldi, vagy a Turbina, például ott azért nagyjából jó arcok járnak oda. Igen, ez már kicsit ilyen alterebb. Igen, nekem én ismerem állját, és nekem ez a bajom vele egy kicsit, hogy ott meg nagyon alterek. Túl sok a csiga bajszos fiú. Mondjuk nem ez amúgy nem. Igen, de várjál, de ott meg az a jó, hogy ott meg ott vannak ott többsége van az alter, 10-ben 8 az alter, de a másik kettő, az mondjuk egyik a skalpadász, egy meg a normális. Elmész egy csoportos edzésre, akkor ott jön. Tehát, hogy nem csak a buli, de nem szólít munkahely, meg, csak az a baj a munkahelyen, mert akkor meg együtt lesz az egész életetek. Van ilyen rapid randi is. Nem? Mondjuk egy nagy munka, ha új munkahelyen nem 30-an vagytok a cégnél, hanem mondjuk 450-en vagy 300-en, és másik szinten az úgy van. Persze, meg nem egy napon mentek be, tehát azért nem hiszem, hogy ez olyan nagy probléma lehet. Meg szerintem amúgy azért eseményfüggő is, szóval mondjuk a Toldba is lehet olyan esemény, hogy nem csak az alterok járnak oda. De azt gondolom, hogy ez egy normális, viszont nem azért van ott, hogy csajozzon aznap este. Szerintem amúgy, ha szingli vagy, akkor mindig kicsit úgy mész el az éjszakába, hogy... Lányként szerintem. Szerintem fiúként is. Biztos. Az én irányomban ez a legrosszabb kérdés, mert én amikor 2014-et írunk, elmentünk a Volt Fesztiválra, soha nem volt olyan, hogy így közösen legjobb barátok együtt, közösen elmegyünk, Volt Fesztivál, és akkor megbeszéltük, úristen, miket fogunk csajozni, semmi. Olyan jól éreztük magunkat, hogy így, amikor volt valami, adódott volna a lehetőség, hogy mondjuk egy lányjal, bementem a Unikum sátorba, láttam, hogy ott búslakodik, oda mentem, nem mondom, minden oké, jól vagy, és így, igen, minden is, hogy ott ragadtam, beszélgettünk 6-7 mondatot, elkezdtünk kavarni, tudod, fiatalság, bolondság, és akkor így mondja a lányzó, hogy így van a sátrában marihuána, és hogy nem elmegyünk oda, és akkor tudom, hogy mit akart,
És akkor így oda néztem a barátaim, és olyan jól érezték magunkat, így láttam, milyen szépek így együtt, meg így. És tudod, kaptam én is egy ilyen égi sugallatot, hogy ez, ilyen nem biztos, hogy lesz még egyszer. És akkor megfogtam, nem, mert az én hülyeségem persze, megfogtam a lányt, és így, mint egy ilyen oroszlán királyba, így, látod őket? És mondja, hogy jaj, viccesek a barátaid, és akkor így, én úgy érzem, hogy ilyen nem lesz többet. És akkor így, jó, hát meg tudja érteni, de hogy akkor majd legközelebb, akkor így, tudod, puszi, puszi, szia, és életem legjobb döntése volt, olyan jól éreztem magam velük, és azóta tényleg nem is volt ilyen, hogy így közösen. Talán a barátomnak a legény búcsán voltunk így, meg talán az én legény búcsón voltunk így, de ott is, hogy a más barátok is bejöttek, de életem döntése volt, hogy nem mentem el skalpot vadászni. Amúgy, szóval én, sokan mondom, gondolkodnak így amúgy. Te görcsölsz, úgy. Azon görcsölök, úgymond, de ez nem olyan, hogy minden nem görcsölök rajta, vagy bármi ilyesmi, csak hogyha egyébként ilyenről beszélünk, akkor egyébként én félek attól, hogy lesz-e olyan férfi, akinek el tudom képzelni, hogy gyereket szülök, vagy ilyesmi, mert egyáltalán nem bízom a férfiakban. Nem a férfiak szűz gyereket, hanem kettőtöknek szűz gyereket. Hát jó, nyilván nekem, de érted? Csak hogy ne legyünk ilyen tétvidek. Nyilván persze, hát leginkább magamnak, mert ott fog hagyni valószínűleg. Meg persze Orbán Viktornak, de azt most hagyjuk. Én például tökre hiszek, hogy nem csak egy nagy őd van mondjuk. Lehet, hogy most egy év múlva találsz, akivel együtt vagy 10 évig, és lehet, hogy akkor meg már olyanokban leszel, vagy az életed is olyan szakaszban, hogy akkor már az, akivel akkor vagy együtt, az már így nem illik bele, és akkor jön egy olyan, aki meg jobban is, és azt is nagyon fogod szeretni. Persze, egyébként ez is jogos, meg most a mai világban nagyon gyorsan változik már minden, mindenki, úgyhogy nem is azt mondom, hogy ő fog ott hagyni, lehet én fogom őt megunni, vagy ott hagyni, mert egyébként ez eddig mindig így volt, hogy elég gyorsan megunok dolgokat. Sajnos, de... Ez a gyerekkel már csak nem unod meg. Ja, nem a gyereket, most a pasiról van szó, a gyerekemet biztos nem fogom megunni. Nem remélem. A gyerek, hanem azt a pasit, akivel már gyereket van. Hát, de meg nem boldog mellett a... Igen, úgy, most akkor azért már nem maradjunk össze, mert van egy gyerek. Amúgy egy tró, a gyerek ne tartson össze egy toxikus kapcsolatot. Igen. Talán ja, ezt én nem mondtam. Persze. Igen, de talán már ott vagyunk. Isten ments. Most már nem is nagyon vállalnak az ember. Tehát én, lehet, ez naív gondolat, de hogy szerintem most már nem is nagyon jönnek úgy emberek össze hosszú távra, házasságba, minden, hogy ugye tudják azt, hogy így együtt maradni. Nem lesz az, hogy elválnak. Szerintem régen, vagy hát régebben. Mondjuk az még benne van sajnos, és ez tényleg szar a csok 2, 3, 4. De egy régebben viszont tényleg az van, hogy a mi apáink, anyáinkban nagyon sok olyan házasság van, ami szétment, mert ott tényleg sok volt, bele volt erőltetve, vagy most vett fel. Házat kapsz, kocsit kapsz, nem tudom. Ez a csok 1, 2, 3, ez erre felem, nem akarok politizálni, de tényleg de szerintem most már azért vagyunk annyira, szerintem most már úgy fejlettek, vagy reménykedem, hogy nem fog mindenki mindenkivel azonnal életre szólót, és akkor emiatt sok igen, válás. Igen, régen a gyerekvállalás, ez amit ugye a szüleink, nagyszüleink, hogy együtt vagytok, mikor lesz házasság? Lánykérés, megvan. Mikor lesz házasság? Meg lehet. Gyerek. Mikor a gyerek? És tudod, nekem hálisan szüleim nem, de nagyon-nagyon minimális, nagyon ritkán mondják, évente 3-4-szer max, de hogy a nagyszüleim, gyerek, mondom, mikor. Ez egy más kor! Érted? Hát meg aztán az, hogy kell erre a világra. Covid, háborúk. Igen. Jó, de ezt is megértem, én is valamilyen téren ezen gondolom, ilyen skálán mozgok, de ha belegondolsz, azért egy első meg második világháború, mit gondolhattak? Hát az volt a világháború, érted? Csak ott ugyanúgy születtek gyerekek, ugyanúgy itt vannak a nagyszüleink. Szóval, hogy... Hát az más. Érted, az de, hogy, de nem más, mert nem voltál ott. Hát de ott ültél Londonba, és rád robbant a ház, érted? Most így... Bocsánat, de pont én, ha ott gyereket csináltak, akkor tényleg azért csináltak, mert akarták, érted, közben meg elrepül a bomba fölött. Hát nem feltétlenül ott akartak, ott ugye nem volt a védekezési mechanizmusoknak a skálája ilyen nagyon-nagyon tág, ugye volt mondjuk most leszűkítve a kecskebél, amit ráhúztál, és akkor úgy, de biztos, hogy így... Biztos, hogy volt kotton is már. Volt, a világháború volt már persze, csak most sarkas, nem mindegy, nagyon szélsőség akartam lenni. Szóval... hogy ott akkoriban érted, hogy nyilván ott háború, mindenki ugye, hogyha nagy volt a szexuális hét, vagy hogyha egy nővel találkozott, egy katona, ott nyilván azok teljesen más metodok, sok ezért volt az, hogy a baby boom generáció, ugye, akik mondjuk a nagyszüleink, ugye, sok volt a gyermek. Nem lehet szerintem ennyire, én is amúgy próbálom ezt a gondolkodást levedleni, hogy most hova szűj, mert hogy igen, a világ vége, ott is világvége volt. És valószínűleg igen, most már itt a nap elpusztít majd minket, meg ilyenek, mert sivatagosodni fog az Alföld, meg hasonlók, de
igazából valamilyen téren lehet, hogy a silókba fogunk élni, érted, mint az Apple TV sorozatban. Szóval hogy az ember az valahogy lehet, hogy fönnmarad. Kicsit ilyen elkeserítő így gondolkozik, és én is ezen gondolkozom, hogy most hova szüljek. Nem én, de hogy hova vállaljak gyereket, érted? De közben meg szeretnék azért, de közben meg persze, hogy bennem van ez, és azért lennék kíváncsi, mondjuk egy, hogy tényleg a világháborúba is vállaltak, és ott aztán első világháborúban, életben nem volt ilyen, azt szétrombolták ezzel a fél világot. Most ez azért is más egy kicsit, mert most eleve 8 milliárdan vagyunk, vagy szerintem már többen is, és most azért más a világ vége, mert szerintem most így minden összejön, ott végül is volt egy háború, csak idézőjelve, és ott meg például nem voltak 8 milliárdan, szóval meg a Föld sem volt ennyire veszélyben, annak ellenére, hogy gondolom, nagyon sok mindent tökretette a háború, és hogy azért más most egy kicsit, mert amúgy most ez mindenhonnan ez jön, hogy a természet is összeomlik, az emberiség is, így minden. Úgy jutottunk el ideig, a Kitty görcsölés, ezen gondolkodtunk. De akkor elmentünk. És ja, én meg a Tinderről akarok majd beszélni. Nekem volt Tinderről is kapcsolatom, tehát hogy azt sem mondanám, hogy a Tinder sem működik, mert jó, oké, szakítottunk, de attól függetlenül egy szép kapcsolat volt. Nekem van egy barátnőm, aki együtt van Tinderről. Nekem is vannak olyan ismerőseim, akik házasok és Tinderről. Én nem ilyen vagyok, hogy kinézek valakit. Lehet, hogy nem találkozom, és nem is meg az összhang. Én nem aki a képről akarom el. Tehát, hogy valakinek ez beválik, de nekem talán nem. És amúgy ez, amit mondasz, ez tök igaz, mert hogy azt mondják, hogy nem a kép alapján kell dönteni, mert hogy ugye ott van egy csomó info alattad, de amúgy meg, de akkor is a kép alapján döntesz. Persze, mert nyilván az első benyomás, ránézel, akkor nem tudok róla semmit, csak ránézem. Igen. Meg élőben ott a kisugárzás a sokkal jobb. Jó, persze. A duma, de Csámon ezt nem sokat segít. Nagyon. Aki most a 10-es skálában nézik, mondjuk egy 6-os, Dumával simán lehet egy 9-es. Hát igen, nekem van is pont egy ilyen példám, hogy volt egy Csámon, nagyon nem tetszett, de olyan jó dumája volt, humoros volt, meg volt a kémia is így. Igen. Hát csak így kavartunk mondjuk, de hogy így alapvetően soha nem kezdtem volna vele, ha mondjuk egy Tinderen látom, mert hogy ilyen no way kategória. Én szerintem az utolsó két csávóval nem beszéltem volna, akivel beszéltem, hogy csak meglátom képen így Tinderen, szóval. Szóval nem minden a külső, sőt. Nem, nekem nagyon nem. Szerintem nyitott szemmel kell járni, attól függ hány éves vagy, nyilván azért könnyen beszélünk, mert most nem tudom, hogy te mennyi idős vagy, de Kitty, mi 30 alatt, most lehet, ha 35 éves lennék. De oké, de most nem tudom, hát jó, és igaz. Nem tudom, hogy mennyi idős vagy, tehát hogy 30 alatt szerintem még van egy csomó időd ismerkedni, nem kell görcsölni, majd úgyis jön az, aki. De mikor mondjuk 35 vagy, és mondjuk nincs gyereked, és szeretnél, akkor azért már úgy ketyeg az óra, hogy lassan jó lenne valaki. És az se baj, hogyha nem szeretnél. De egyébként is éppen nagyon ez. Szeretnék. Persze, de az is akkor gyógyulnak. De még tudom, hogy van időm ezt. De most, hogy egyébként ez meg tök szomorú, hogy azt mondod, hogy 35 és akkor ketyeg az órája, mert amúgy mi van, ha egyébként igen, úgy boldog, és neki nem az érzi lehet, azt, hogy de ketyeg. Én például 35 évesen nekem ketyegne, mert én szeretnék családot, gyerek. Én most magamra értem, hogy most még ne lehet, nem vagyok görcsös, mert van időm, fiatal vagyok, el vagyok, de lehet mondjuk 10 év múlva ezt megkérdezik, és nincs párom, és nincs gyerekem, és szeretnék, akkor már én is görcsölnék, és az a görcs nem ekkora lenne, hanem ekkora. Pedig innen pont van egy sikersztorim, hogy egy barátnőm nővére, ő Tinderen jött össze a férjével, most szült, és ő 35 körül van. Én is azt mondom, mint Laura, hogy nyitott szemmel, és nem szabad feladni. Szerintem amúgy buliban is lehet, például én legkevésbé az internetes társkeresőkben hiszek, mert az a legnehezebb szerintem, a legnehezebb mesdje. És hát ismerősök által buliban mindenhol. És hogy a fiúk menjenek oda nyugodtan a lányokhoz. Ha szingli vagy, azt kell a fejedben tudatosítani, hogy nincsen egyszerűen vesztenivalód. Menjen oda, tetszik, próbáld meg, maximum elküld. A csúnyán küld, az a csajnak a szegénységi bizonyítványa. Te akkor is megpróbáltad, és te tisztában kell lenned a kis lelkeddel, hogy te egy korrekt csávó vagy, és nem a skalpra mész, hanem tényleg azért, hogy összejöjje valakivel. Nagyon szépen köszönöm, lányzók, hogy eljöttetek a adásra. Köszönjük szépen. Remélem, jól éreztétek magatokat. Nagyon. Jó kis beszélgetés. Köszönöm szépen, Márton, hogy elfogadtad a saját csatornádban lévő meghívást. Szívesen jövök. És hát nagyon szépen köszönjük nektek is, hogy eljutottatok idáig, és hogy ezt végignéztétek. Írjátok meg a véleményeteket, hogy mit gondoltok a témákról. Nagyon szépen köszönjük a három szebb kávéháznak, hogy itt lehettünk, és vendégül látott minket, és adott nekünk lehetőséget, hogy fölvegyük az első hétköznapig. Bye, hétköznapig, bocsánat. Két pasi és három nő típusú címen futó műsorunkat. Velünk volt Beek Luca, Lukász,
Szalai Laura, Korda Kitti, és Könczézei-Y-nal Márton, alias Marcello, és nagyon szépen köszönöm a háttérben megbúvó Gyurcsány szálaknak is, Blaze Boynak, Kömés Balázs, Gál Bence Balázsnak, Benz, alias Benz, Benz Sarok, nézzétek, nagyon jó műsorokat csinál, ami a Benz percek. Köszönjük szépen tényleg, srácok, nagyon jó setup volt, nagyon jó, hogy itt voltatok leányzók, mindenkinek nagyon szépen köszönjük. Maradjatok hétköznapig. Sziasztok! Sziasztok! Neked nem is köszönjük meg? Nem. Köszönjük! Köszönjük, Zsédi! Köszönjük! Nem mondtuk, hogy köszönjük! Igen. De hát, hogy köszönjük szépen! Ja, nyilván. Csak magadnak nem mondták.